Ez egy óriási dolog, hogy igen, a szülőföldnek a bölcs és okos felhasználásával hogy lehet megélni, adná az Isten, hogy tényleg minél több fiatal, hát ki is próbálja. Lassan 10 éve már, hogy Szabó György Büki fővesember, a kampuszunk tiszteletbeli főiskolai tanára, elvitt Csíksomlyóra, Csaba testvérhez, a több mint 40 gyermekotthonból az egyik ott található. Csaba testvér fogadott bennünket, és az, hogy ma Csaba testvért vendégként köszönhetjük, itt a kampuszon gyakorlatilag Gyuri bácsinak köszönhető. Mindig örömmel jöttem erre a vidékre, és öröm számomra itt lenni. Annál is inkább, mert hál' Istennek ennek a vidéknek, a fiai közül sokan megtisztelték a házainkat. Én azt gondolom, hogy ez oda-vissza hasznos lehet, mert végül is, hát ott a magas hegyekben, ugye Szereda is körülbelül, Csíksomlyó is, hát 800 méter fölött van, tehát az már nálunk itt Magyarországon a kékestető, tehát olyan növényvilág él, ami talán itt annyira nem él meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdekes, izgalmas. A Jóisten ajándéka minden, ami körülöttünk van. És én sokszor elmondtam a gyerekeknek, hogy hát én ferences szerzetes vagyok, Szent Ferenc a természetvédelem védőszentje, tehát hogy nagy-nagy szeretettel kell legyünk minden iránt, ami körülöttünk van. És hát ugye, ha valakit, valamit szeret az ember, az próbálja megismerni annak a eredményeit, hatásait, na, benne lévő értékeket jobban felfedezni, úgyhogy én magam is szívesen ismerkedek a növényekkel, és hát megteszek mindent, hogy a gyerekeink is közelebb kerüljenek. Tény az, hogy én úgy gondolom, hogy óriási lehetőség van a székelyföldi legelőkben, hegyi tájakban, olyan sok olyan növény megterem ott, ami talán máshol nem, és biztos, hogy hát nem csak rendet vágva lehetne bugyába értékesíteni ezeket a növényeket, hanem talán szálonként is. Hál' Istennek mind többen vannak, akik tudatosan a gyógynövénnyel foglalkoznak, fűszernövényekkel Székelyföldön, és úgy tűnik, hogy van is, aki jól megél belőle. Csaba testvér az oktató-nevelő munka, tehát a pedagógiai munka részeként kérte ezt a segítséget, hiszen a csíksomlyói gyermekotthonban is a gyerekek be vannak vonva a házi házkörüli munkába, és így például a csíksomlyói gyermekotthon kertjében is nem csak zöldségnövények, hanem most már gyógynövények is vannak, hogy a gyermekek tapasztalják meg a kétkezi munka örömét, értelmét, és ott a minden főétkezés része a gyógynövénytea, nem a terápiás célzata, hanem egész egyszerűen, mert a folyadékbevitel változatos eszköze is lehetnek, és ugye a gyermekek így a nevelő munka kapcsán is megtapasztalják, hogy gyakorlatilag hogyan is készül majd el, illetőleg miből lesz az a gyógynövénytea, akár a reggelihez, ebédhez vagy vacsorához. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon kapkodás, ugye ez a pandémia is, meg a háború is, ami itten környékünkön zajlik, hát megzavarja az embereket, és én akkor azért szeretném, hogyha magunkat tudatosan, saját feladatunk végzésére összpontosítani, és hát gondolom, hogy néhány jó példát próbálok elmondani, és remélem, hogy na, holnap jobb kedvel fognak a diákok nekiülni, tanulni, és talán a, hát a nénik is finomabb kávét főznek picivel a kedves férjüknek, mind előadás nélkül.